főzőiskolában a majorán tojásos ételeket fogunk készíteni. Helytelen. Jöjjenek közelebb, hölgyeim, most pedig megmutatom, milyen a tökéletes bevert tojás. Van villán átvetett gyumis, villabőrös, drótos, csomózott, csavarozott, mágneses, feltekert gumis, láncos, laminált, öntvény, kovácsolt és kőből faragott, de higgyék el, ez csak néhány a csúzli 1000 fajtájából, ekkora káoszban csak a szakember tud rendet vágni. Nagy Fügedi Gergely! Nagyfügedi Gergely Isten hozott. A csúszdikról eltekintve valamelyes kollégák vagyunk, mert te is magyar-német szakot végeztél, ugye, és mindennapjaidban tolmácsként ugye, tevékenykedsz, illetve próbálsz a német nyelvből megélni, és amikor nem tolmácsolsz, akkor megőrülsz. Tehát akkor csúzlikat farigcsálsz, csúzlikkal kísérletezel, és csúzli őrülté képzed magad. Honnan jött ez a csúzli szenvedély? Mert ez gyerekkorban sokaknak megvan, de hogy ránézek ebben a korban, ezt már kiszokták nőni. Az az igazság, hogy ebben az országban szokták ezt inkább kinőni. Máshol ez egy nagyon komoly, precíziós sport, és versenyek is vannak. Európában a legnagyobb Mayer Jan Novák, az ő nevét kell tudni. Gamekeeper John Angliából, aki nagyon-nagyon ügyes. De a Novák ő cseh. Szlovák. Szlovák. Tehát tőlünk alig pár kilométerre ott már ez egy komoly sport. Igen. Tehát igen. Évente 10 verseny legalább. Uh-huh. Akkor van ez az angol, ugye, akit említettél. Gamekeeper John, igen. Igen. Ő vadászatban is egy nagyon komoly figura, tehát ő reggelit azt a csúzlival szerzi meg. Hát mire én egy reggelit összedobnék, tehát, hogy próbálnám a pékségbe lelőni a köpörkös pogácsát, ugye, az azért egy ideig eltartana. Melyek a fontos országok még? Tehát Kínában van a világverseny, ezt illik. Kínában van a világverseny, tehát ők a legnagyobbak, igen. Angolok, Németország, nagy szlovákok, németek, csúzlival lehet-e vadászni, ugye? Ez nem mindenütt engedélyezett, Angliában eklatánsan igen. Igen. A kínaiak ilyen nyilas csúzlival, ugye, lőnek, amivel, és azon damil van, és azzal a halat ki tudják húzni, de lőttek már grizzly medvét is csúzlival, ezt örülnék, ha elmesélnéd, hogy kicsoda és hogyan. Mindenképpen el szeretném mondani, hogy Magyarországon szigorúan tilos csúzlival vadászni. Ezzel szeretném kezdeni. Igen. Amerikában lehet még csúzlival vadászni, azt is különböző államok szabályozzák, hogy hogyan. És Alaszkában nyilvesszőt is ki lehet lőni csúzlival, és ezt tette lehetővé, hogy Chief AJ, egy amerikai csúzlis, dokumentáltan az első olyan vadász, aki medvét lőtt csúzlival. De ez egy nyilas csúzlival? Igen. Annak idején a legegyszerűbb csúzli gyerekkoromban az volt, hogy lehetett kapni tejgumit. Azt ráhurkoltuk a hüvelykujjunkra, a mutatóujjunkra. Mi általában úszöggel lőttünk, azt tartottuk hatásosnak, és az András úton pazar volt, mert jöttek a május 1-i felvonulók rengeteg lufival, és mi az erkélyre bekolbászoltunk egy fél kiló úszöggel, és nagyon hatásosak voltunk, és eredményesek. Na, miből van ez a haverod által készített rövidnyelű laminált csúzli? Jó, középen ez egy mahagóni lapfut. Mahagóni? Igen, elől-hátul pedig ez korián, ami azt jelenti, hogy műgyantával van megkötve. Mi? Ásvány. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kidolgozás. És ezt ő vette valahonnan, vagy ez csak jött neki, mint a motivumok a Picasso-nak, szóval, hogy miért csinál valaki mahagóni és műgyantával rögzített korián ásványból?
Mert van, aki fest, van, aki meg csúzlikat készít, ezt én készítettem. Ez gyönyörű. Ez egy gipszszarvasagancs. Gipszszarvasagancs. És egy kis mahagóni díszítéssel, szóval ugye? Mert aztán tudom azt is, hogy itt a felső határ a csillagos ég, tehát ezt be lehet rakni Swarovski kristályba. Itt van át el lehet vágni még a kohinor gyémántot, amit már elvágtak, még apróbb darabokra, stb. Milyen fából van? Az viszont lényeges. Jó, tehát ez egy borogi fenyő a tetején. Középen is egy borovi fenyő lapfut, hátul pedig egy rétegelt nyírfa. Milyen? Nyírfa. Nyírfa. Jó. És ez egy... Miért klasszikus... rövidek a nyelek? A villa... És miért kicsi a lyuk? Hát ezen átlőni a pám? Hát nem ott kell átlőni, hanem középen kell átlőni. Hát azért, átlőni. De hát az nem olyan kicsi. Hülye vagy, azt hitted a gumilukon kell lőni? Hát azért... Hát figyelj ide, hát azért... Elég hülye vagyok. Elég hülye vagyok, de azért megéred a pénzedet, mert beszólogat. Figyelj, én neked akartam segíteni, hogy azt hitted, majd itt kell átlőni az úszöget, érted? Az úszöget átlőni. Nem. Egyáltalán nem, és azt is tudom, hogy nem így kell lőni, ugye? Jó, de ez egy klasszikusabb megoldás, ahol csőgumi van felszerelve, igen. Csőgumi? Ez csőgumi, igaz? Ez hol? Te mondasz, hogy a tejgumi, ezek... Csőgumi. Vastagabb csőgumi. Hm? De ez mi, ez ami a műanyag csövek szigetelésénél, illesztésénél használnak? Ez vagy már az, egy... De ez nem cső. Ez cső. Ez hol veszed? A nemzeti laborellátóba? Jó. Vagy a vadánál? Jó, ez már egy iparág. Tehát te megszabhatod, hogy milyen figyelj súlyú... Figyelj ide, azért nem vagyok tök hülye szállni, azért ne beszélgess velem úgy, mint egy elmebeteggel, jó? Mert látom, hogy most már idegesedsz, érted? Látod, hogy Sanyi bácsi teljesen benne van a mállásba, és már nem bírod magad fegyelmezni, azt mondja, ez egy iparág. Érted? Csak ezt nem teszi hozzá. Hát annyiban iparág, hogy ez a csőgumi gyártás. Mire használják a csőgumit? Csúszni készítés első. Köszönöm szépen, nagyon jó. Igen, jó. Nem kell részletezni, jó? De mégis ezt hol lehet kapni? Tehát milyen boltba mész? Milyen irány? Laborfelszerelés vagy? Ettől te egyszerűen nem tudsz elrugaszkodni. Tehát neked... Hát te nem tudsz, azt mondod, hogy mit lehet belőle csinálni, csúszlit. Hát ha... Hát az én dimenzióban csúszlit. Igen, na jó, de tényleg honnan van? Nézd, őszinte leszek. Katétergumit kell venni. És akkor az egyik fele benn van, a másikat rákötöd a klozetkefére, és az ágyból bazeg már paf, lehet sorozni. Oltod le a villanyt, tehát igen. Tehát ezt ilyen orvosi ellátóba mész? Nem, csak vicceltem. Miért? Hát nyugodtan lehetne katétergumi most. De van, aki katétergumiból. Hát az inkább cső. Van, aki katétergumiból csinál, perverzebb haverjait. Jó, akkor tényleg miután relatíve ráérünk, honnan a p***ából szerzett be ezt a csőgumit? Az, hogy vannak cégek, akik csúzli gumikat gyártanak, ami lehet lapos gumi, lehet csőgumi. Nincsenek ilyen cégek. Hülye vagy most, Magyarországon? Nem, hát itthon azt se tudják, mi a csúzli, itt mondom el neked. Mi a... Tehát ezeket te mind importálod? Igen. És akkor elmész a szlovák Narodnava Csúzliova centerbe? És most ezt, de most ne hülyéskedj, mert azért ez vicces műsor is, de közben tök komoly is. Jó. Tehát csúzli boltba veszed? Vannak nemzetközi cégek, igen, akik gyártanak különböző minőségű, hosszúságú, gumikat csúzlik számára, jó? Igen. Ezt befejeztük, haladjunk tovább. Hát apám, ezen még gumi sincs. Azon nincsen. És ilyen, hát egy ilyen korhat szar, hát... Érted? De azt tudom, hogy nagyon nehéz a kiválasztás, tehát te már úgy tudom, hogy több baleset is ért az erdőbe, mert sose figyelsz az útra, csak így kuksizol, hogy melyik az a fa, ami már megadni készül magát, de még van benne élet, na ő milyen vagy, és ez miért érdekes, hogy félig éget? Ez egy pályázatra készült. Pályázatra, köszönöm. És az volt a pályázat. De milyen nemzetközi csúzli pályázat? Végülis a pályázat nemzetközi volt, ezért nevezhettem. Hát tudnék, Magyarországon nincs csúzli élet, akkor miért lenne csúzli pályázat, érted? Hát én csak próbálom konzekvensen összerakni az információkat. Jól van. Szóval tűzifából kellett csúzlit készíteni. De az nem azt jelenti, hogy az éget bömbözd meg. Hát ami fel van... Most mondod? Hát... Nem, hát ami elő van készítve, csodálatos, de azt napokig lakkozza, rengeteg mére, de ez még kis nincs furvát, ez félkész. Miért félkész? Nem félkész.
Ez tökéletesen használható csúszli, ez fel lehet gumizni és lőhetsz. Hova teszed a gumit? Ugyanúgy felfogatod, mint ja, másik. Értem. Tehát rászereled, nem kell átfúrni. Igen, nem kell. És ő? Hát ez gyönyörű. Igen. Ez készítetted? Nem, ezt Horváth Róbert készítette. Ez nagyon lényeges, aki egy neves magyarországi csúszli készítő. Ő egy neves magyar csúszli készítő. Ő milyen nyelven tolmácsol? Délhéber. Délhéber nyelven, és jó? És szudáni. Szudáni, szóval jó? Itt, látod, itt fölül van felfogatva a... Látom. De hogy ez olyan pici, hogy ezen hogy a pipiben lehet átlőni? Ne. Miért nincs benne semmi? Igen, de fordítsd meg is úgy. Miért? Hát úgy nem... Így kell tényleg csinálni? Igen. Hát azt mondaná az ember, hogy így. Nem. Én biztos, hogy így lőnék. És akkor azonnal nem csúszik le? Hogyha... Jól meg van feszítve, akkor nem. Nem csúszik le, és ugye, hogyha fölül veted át, akkor a golyó inkább fölötte, mint sem között. Akkor biztos nem lövöd el a csúszlit, és nem pattan vissza, vagy az ujjadat. Így van. Nagyon jó. Ő pedig milyen fából van, és milyen rovásírás van beleírva? Igen, ezt én készítettem, és... Ja, van egy ilyen magyaros tripped? Tehát utazol ebbe a rovásírás Csaba királyfé, fülem faszom. Csakrák a pilisbe. Benne vagy ebbe a kicsit kettyedségbe? Ezek szerint igen. Köszönöm szépen ezt a megrendítő önvallomást. De mi van ráírva? Honnan tudja már a dísz? Csak vicceltem. Csak vicceltem. Az ABC. A rovás írásos ABC van rajtam. Nagyon jó. Még egy valamit. Igen. Mutathatnék. Igen. Meg. Azt látom, az nagyon érdekes. Ez díszdobozban van, apám. Ó, és itt szunnyad. Jó, van ez kis, egy... Van ilyen kis ágya, ilyen kis szőrágyon fekszik. Nézzék meg. Hát átlag magyar gyerek nem kap ilyet. Ez egy egymillió... Szőrbundán fekszik. Ez egy egymillió éves mamut agyarból lett kifaragva. Hát ennél fiatalabb mamutok nem igen vannak. Hát most mit csodálkozol? Hát ha mamut agyarból akarod, akkor az... Tessék, nézd meg! De ne hülyeskedj, a viccet itt... Most úgy tűnik, mint lepattant az alja. Nem pattant, hagyjad a nyilas dumádat. Maradjál, és ne szóljál hozzám, és ne kezdeményez beszélgetés, mert megharaplak, és főleg ne éríts meg testileg. Hát ez gyönyörű. Ez 400 forintos öntvény. Műanyagból? Epoxi. Hát én becubiztam volna ezt a... Mondjuk az egymillió év az kicsit sok a mamutnak, hát a mamutok az nincsenek ilyen idősek, ugye ők egy pár tízezer évesek, de nagyon jó. És ugye azért tudod jól eladni, mert berakod ilyen díszdobozba szőrágyra. És ettől minden hülye azt hiszi, hogy ez egy értékes dolog, közben meg... Na, figyelj, ha ez tényleg öntött, igen, akkor ez kellett egy forma, nem? Pontosan. Akkor fából kifaragtad, benyomtad a gépzbe, és utána kiöntötted epoxival, vagy mi volt a menet? A menet koncentráltan is őszintén, jó? Mert már kamuzol sokat. Oké. Próbálok visszavenni. Szóval, hogy menjek így neki? Szóval készítik ezeket a csúszlikat. Az öntvények készülnek a leggyorsabban, abból készül a legtöbb. Az világos, de azt mibe öntik mondjuk? Gipszformába vagy fényformába? Egy szilikonsablomba öntik. Szilikonsablomba? És a forró epoxi nem olvasztja fel a szilikonsablont? Nem forró az epoxi, két komponensű epoxi, hidegen belöntik, adnak hozzá egy kis erősítőt, attól egy kis hő keletkezik, de nem annyira, hogy az epoxi. Köszönjük szépen, hát nagyon örültünk Gergely, hogy az epoxi rejtelmeibe is bele tudtunk pillantani. Ez külön hát vesztem rá, amilyen hülye vagyok. Na kérem szépen, itt megnéztük, hogy mi mindent lehet még kilőni. Tehát mondjuk ceruzellemet is elvileg. Jó, hát ez humorizáció. Na most, van ilyen olcsó gyakorló, esztadiol papír, ugye, tehát kis ezüst papír golyócska, van aztán fagolyócska, nagyon jó, ezt gondolom a nemzeti makramé ellátóba veszed, ilyen egy kézimunkás nénik alól. Na most itt jön ez a látszólag egyszerű találmány, az, ami, hát akkor légy szíves, ezt vedd föl, és akkor mutasd be a kedves közösségünknek. Nagyon jó. És
És ezt egy éjszaka megálmodtad, mint Rákosi elvtárs a rajkpert, vagy honnan jött, ugye? Nem tudtál elaludni, ott forgolódtál, átizzadtad a törpés pizsamádat, érted? Egyáltalán ezt honnan szedted le? Most melyik öcsédnek nincs hátizsákja a kurva életben? És nem tud menni iskolába? Azért olyan alacsonyak a csúzliknak a villái, igen, hogy erős gumit is föl lehessen tenni. Aha! Megértettem, mert hogy ne törjön el. Ugye erőkar. Igen. Köszönöm szépen. Igen. Na de, nyilván, hogy a villa mennél alacsonyabb, annál nagyobb a Viszmájor lehetősége. Igen, és hogyha kihúzzuk a csúzlit, akkor folyamatosan tépjük ki a saját kezünkből. Így van, így és ez van. Ez is a pontosságot, igen, befolyásolja. És ez egy nagyon egyszerű ötlet. Na de elég lesz ez a madzag hozzá? Igen. Az egy ilyen süteménykötöző madzag, amit ott alul betettél. Elég lesz. Igen? Szóval, amikor kihúzom, nem kell erősen fognom, sőt az ujjaimmal el is tudom engedni. Nálunk is volt ilyen a kocsmában Johannes bácsi, aki 17:30 már sorba állt, holott 6:00 nyitott a kocsma, a felesek már 6:00 ki voltak rakva, és annyira remegett az öreg keze, hogy a sáliát már ő kint rátekerte az egyik kezére, átvezette. Ezt is láttam saját szemüleg, ez nem visz, most úgy tűnik, hát ilyet nem lehet síróból kitalálni, és az első felest azt így tette be, tehát húzta le. Egyébként az elv az félelmetesen ugyanez, gratulálunk, és mikor indul ennek a sorozatgyártása, és hát mitől remélhetjük, hogy a műsornak leadott Solid Royalty fejében milliómos leszel. Jó, ez a találmány már Jörg Sprave tulajdona, ő egy német csúzlist, az világ. Már lemondtál az álmaidról? És sorozat gyártják már. Tehát magyarul eladtad a jogot? Erről nem tudok többet mondani, sajnos. Hát Gergely, tulajdonképpen megkedveltelek. De azt nem mondanám, hogy könnyű volt veled beszélgetni. Hölgyeim és uraim, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mielőtt Gergelytől érzelmes búcsút vennénk, készült egy kis produkcióval, itt látható egy posztames, mögötte egy ilyen rugalmas molinó, ami majd felfogja a lövéseket. Értem, tehát egy nagyon értékes Ming korabeli kínai teáscsésze fedelének gombjára Gergely barátunk elhelyezett egy pingvint, vagy mi az? És ráteszünk micsodát, egy ilyen kis figurát? Mi ez, egy kis bagoly? Bagoly. Kis bagoly. Ez mindig van nálad, néhány bagoly. Nem, mert lassan már belelátunk Gergely világába, tehát abszolút nem meglepő, hogy előhúz egy-két bagyot. Jó? Egy kis zenei effektet kérünk, egy kis dobseprőt. Ja, az nincs, fúvos zenekar. Mindegy, hát a beidegződések. Most mivel lősz egy 8 mm-es acélgolyóval? Tízessel. Tízessel akkor? Ebben kell is, adjál bagjának. Érdek, ide beköltöztek. A mester! Nagyon szépen köszönjük! Nagy Szügedi Gergelyt látták, hallották, akinek a befejező produkciója, remélem, hogy igazolta önök számára is, hogy a csúszni akár lehet egy komoly sport is. Köszönjük szépen! Szervusz! Nagy Szügedi Gergelyt látták, hallották! Mindjárt Fábrinál. 5 évesen bajnok akart lenni.